szeretettel köszöntöm Önöket itt a Városi Könyvtárban, Önöket, akik megtöltötték a termet Pécsi Ildikó nevére erre a Gödöllőn nagyon kedvesen hangzó hívószóra. Szeretettel üdvözlöm Ildikót is, Kossuth Díjas színművésznőt, Gödöllő város díszpolgárát, és aki beszélgetni fog vele, Szűcs Józsefné Zsókát, a Damjanics Általános Iskola igazgatónőjét. Mielőtt átadom, a szót, hagyd mondjam el Önöknek, hogy a könyvtár most nagy rendezvény lázában ég, hiszen 10 évvel ezelőtt adták át ezt a nagyon szép épületet az építők az Gödöllő olvasóinak és a könyvtárosoknak. 10 év nagyon sok idő, sok minden történt ebben a könyvtárban, és mi meg is próbáltuk ezt bemutatni, hogyha látták a szolgálatban azokat az írásokat, próbáltunk minden évből egy-egy izgalmas eseményt bemutatni. Ez a program a Hölgyek Éve keretében zajlik, hiszen az ünnepi könyvheti rendezvényeinket is igyekeztük a hölgyekre, és főleg a híres gödöllői hölgyekre szervezni, így hagy adjam át a szót Gödöllő leghíresebb hölgyének, Pécsi. Köszönöm. És én pedig, hogyha megengednék, azonnal tovább passzolnám a legkedvesebb gödöllői barátnőmnek, akinek a színház termében már sok-sok érdekes dolgot csináltunk szintén, és elvállalta, hogy egy ilyen borzalmas nőszemélynek legyen a műsorvezetője. Megmondom, hogy most kitaláltam egy jó mondatot, ezt meg nem is tudod. Rájöttem, hogy én tulajdonképpen nagyon kedves vagyok, nagyon szolgálatkész, nagyon figyelmes, nagyon szeretetreméltó, de rettenetes lehet velem élni. Ide hívhatom az unokahúgomat előre? Enikő, gyere már ide! Hol vagy? Hát gyere már ide! Az az igazság, hogy ő a gödöllői édestestvérem. Mert ő akkor még egy pici lány volt, amikor én 9 évesen idejöttem. És hát bocsánatot kérek, meg állítólag jön majd Szűcs Lajos is, azt meg majd engedjétek be. Úgyhogy bocsássatok meg, hogy itt ilyen... Csak meg kell néznem közben, hogy jól viselkedik el, hogy szeretsz, nem? Akkor mi az, hogy nem nagyon? Hát tessék, Zsókám, visszadom a kerékpályát. Kedves Ildikó, úgy gondolom, hogy olyan életmű áll mögötted, ami nagyon-nagyon ritka Magyarországon, és hát különösen itt Gödöllőn is. És úgy gondoltuk, hogy ebből az életműből természetesen csak morzsákat csipegetnénk, de olyanokat, ami ugye a nagy közönség számára eddig nem nagyon volt ismert, tehát nagyon sok mindent tudunk már rólad. De mielőtt belevágnánk, én nekem volt egy olyan, hallottam, hogy lesz egy meglepetés vendég, és látom, hogy itt 3 szép is van, és hát ezt a meglepetést szeretném tudni, hogy... Mert ő se tudja, hogy ki az. Az az igazság, hogy a meglepetés vendég se tudta, hogy mikor ér ide, és borzasztó, maguk önök nem ismerik, az a baj, de azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos újdonság, hogy olyan valakit, olyan partnert mutassak be önöknek, akikkel hát az elmúlt évtizedben minden nőnapon többször fordultunk partnerként. Na ki lehet az? De se ne hangosan mondani, hogy félbe jönni. Hát tényleg sincs arra, hogy jön. A meglepetés vendége. Azért irritál, hogy tudsz szaladozni, nem? Itt olyan úgy jött be, hogy ez van egészen fantasztikus. Na, én leülök. Hát, Ildikó, akár kimondjuk, akár nem mondjuk ki, halhatatlan vagy. Jaj. De hogy ez pontosan hogyan történt, és hogy ezt végig elemezgessük, nézzük azt, hogy mi is történt veled akkor, amikor te kisgyerek voltál. Sok helyen laktatok, és hát ez nem annyira ismert, de azért több helyen utána lehet nézni. Édesapád nagyon jó szervező volt, nagyon jó stratéga volt, és ezért bizonyos helyeken, ahol nagyon nagy szükség volt rá, oda helyezték, és ezért nektek menni kellett, vándorolni kellett, és végül is elérkeztetek Nyíregyházára, ahol általános iskolát és középiskolai éveket is töltötted.
Hogyan emlékszel ezekre az időkre? Az az igazság, hogy az én drága édesapám, hogy fölállok, annyira zavar, hogy nem látok mindenkit. Szóval az az igazság, hogy az én drága édesapám az dohány nyomedéknél dolgozott, fermentálókat épített. Tehát azért ugye jobbra-balra utazgattunk, mert megcsinált egy szerencsére Tisza polgáron kezdte, így aztán megismerte édesanyám, és jól megszülettem. De ott csak egy picikét voltunk, mert ami nekem nagyon fogja élvezni, mert ugye miért volt ez a dolog, akkor minden kormány, minden vezetés kitalál valami fantasztikusat, hogy mire való ez az ország. Akkor azt találták, hogy bár nincs homó, nincs dohánytermesztésre való terület, csak két vagy három kis foltocska, dohánytermesztéssel fog Magyarország foglalkozni. Így édesapám, akinek az édesapja az én nagyapám, ebben a műfajban dolgozott, tehát a nagyapám az a szombathelyi dohánygyárnak volt a vezérigazgatója, és így édesapa bármennyire is végzett zenei konzervatóriumot, és borzasztó gyönyörűen zongorázott, és szeretett volna művész lenni, azt mondták, hogy dohányt fog, fermentálókat fog építeni, ez történt. Így aztán elmentünk Batonyára, Batonyán kitört a világháború, akkor elmentünk Bécsig, akkor édesanyám még azt mondták, hogy ők magyarok, én meg azt mondtam, hogy én is, és akkor visszajöttünk. Akkor onnan elmentünk Szombathelyre, ahol egy nagyon aranyos kis rövid, igyekszem nagyon rövid anekdotákat mondani. Az én drága nagymamám, a Pécsi-CHY-os, mert olyan fajta családból születtem, de Zolti Magdáik azt mondták, mikor fölvettek, hogy ez egy ilyen név nincs, és nem fogják tudni kimondani a nevemet, mindig azt mondják, hogy Pécsi, vagy Pécsi, vagy nem tudom micsoda, akkor már volt a Pécsi jelzés, ahol meg lehetett volna tanulni. Én önfeledten beleegyeztem, lettem Pécsi, és egész jó karriert jutottam be, meg jó életünk vele. De lényeg az, hogy akkor a nagyapám az egy ilyen echte, tényleg 2 méter magas, fantasztikus arisztokrata külsejű úriember volt, akinek olyan ötletei voltak, hogy apámnak volt egy húga, aki zongora elvégezte a Zeneakadémiát abban a viharos időkben, és végül is egy fiú úgy döntött, hogy mégiscsak udvarolni fog a cicának, Elvirának, elment egyszer, ezek a dohánybeváltók, ezek gyönyörűek voltak. Szóval olyan hatalmas nagy parkok közepén tavak és minden, mert a dohány hűtéséhez szükség volt erre. Tehát gyakorlatilag volt egy ilyen nagy szembejövő fasor, amikor megjelent ez a fiatal ember, mázlia volt a fején egy kalap, nagyapám elővette a puskát, keresztül lőtt a kalapot, soha többet nem volt egy férfi se keresztül Elvirának. Volt még egy remek ötlete, meg azt mondták, hogy elmehet Leningrádba, a Zeneakadémiára. Kiküldték volna ezzel a handicappel együtt, ami a származása volt, akkor a nagyapám fölment és azt mondta, hogy kikéri magának, hogy ezt most ezt hogy képzelik, hogy ő abba az országba el fog menni. Így egész életében villam és kalauz volt azzal a fantasztikus tehetségével. Nekem szerencsém volt a szüleimmel. Ők valahogy úgy elvarázsolták az én egész életemet, hogy én nem vettem észre semmiféle módbajt. Én nem vettem észre például a háborút, mert amikor ott voltunk Szombathelyen, és hát a légitámadást ért, és ugye mentünk ki a határba, tél volt, akkor fogtak egy ilyen hatalmas lepedőt, én álltam középen egy ilyen nyakámnál kivágva egy fehér lepedő, szaladtunk a havon, édesanyja fogta elől, édesapa hátul, a Sztálin orgona nekem orgonált, nekem csinálta a fényt, mert én egy kis angyalka vagyok, és így kell fogadni, és én azt hittem, hogy ez egy játék. És nagyon későn jöttem arra rá, hogy azért ez nem annyira játék volt, de nekem ez egy Isten áldás, és az összes nehézségeken így vitte keresztül, hogy tulajdonképpen nem tudtam róla. És hát ott volt még egy nagyon kedves kis történet, ami megmaradt nekem, hogy ugye a dohányért mindig lehetett mindent kapni. És hát a nagymama bement, hogy vásárol húst, hazajött 3 darab húsdarálóval. Édesanyám, aki Tiszapolgáron egy nagyon tisztességes és fantasztikus vámosi családból született, ahol a nagyapám még abban az időben, amikor végigjárták Európát mesterlegényként, úgy megtanulta a különböző mesterségeket, hogy egyedül építette fel a malmát, a dalárolját és az olajütőjét. De ez egy ilyen abszolút két lábon álló
ember volt, aki ráadásul olyan volt, hogy amikor jött az aratás, akkor jöttek az emberek, és akkor mondták, hogy Vámosi bácsi sajnos nem termett. Akkor ránézett, mindenkinek tudta, hány gyereke van. Hány gyereked van, fiam? 6, akkor vigyél el 8 zsák búzát, az elég lesz tavaszig. Ha meg nem lesz elég, jössz és megbeszéljük. De hogyha jövőre nem terem, nem baj, fiam, akkor is megbeszéljük. Ennek volt egy nagyon szép visszajátéka, mert amikor jött a kulák mizéria, akkor hát ugye ők tőlük is elvettek mindent, és hát jöttek a nagypapáért. De akkor a Dózsa paraszt lázadáshoz hasonlóan a megye ott állt ilyen kaszákkal, kapákkal, hogy a Vámosi bácsit nem engedjük, de akik el akarták vinni, se akarták elvinni, mert ők is az évtizedek folyamán kaptak tőle mindig szó nélkül segítséget, és akkor azt mondták, hogy ne tessék egy árva szót se szólni, polgáron megmarad egy kis ház, abba tessenek a Vámosi nénivel, gyorsan átköltözni, és minden rendben volt. Hát szóval azért ezek a dolgok, és az a dolog, hogy mindig mástól kapod vissza a jót, amit adtál, ezek azért megtörténtek az életben. Na szóval ilyen előzmények után voltunk mi össze-vissza, és jutottunk el Debrecenen, Hajdunánáson, mindenféle helyeken laktunk, tehát ez a cigány életben az én kisgyerekkoromban sajátom volt. Elérkeztünk Nyíregyházára, amelyik Tiszapolgár után nekem a legmeghatározóbb része az életemnek, hiszen ott töltöttem életemnek a 10 éves kortól, tulajdonképpen a 24-ig, bár ugye 18-tól, mert azonnal felvettek a főiskolára, azt az időszakot már inkább kevesebbet voltam otthon, mint nem, és fantasztikus tanáraim voltak. A magyar tanárnőm, akinek rengeteget köszönhetek, természetesen sajnos mennyik sem él, ő volt az, aki az első évben a szokásos szavaló versenyén meghallgatott engem, és onnantól kezdve érettségig mindenhol megyébe össze-vissza mindent megnyertem. Ez csak neki köszönhetem. 6000 felvételiző volt akkor a főiskolára, amikor Margit néni engem fölkészített, és hát meg kell mondanom őszintén, hogy gyere Lajos, gyere! Édes jó Lajos! Igen, köszönjük. Szóval meg kell mondanom őszintén, hogy nagyon sokat köszönhetek neki, mármint Margit, én Szűcs Lajosnak is nagyon sokat köszönhetem. Nem tudják, hogy tudják, hogy mi, amikor összeházasodtunk 69. január 4-én, egy rozsdás bököt nem adott volna senki érte, azt mondta, hogy egy percig nem maradunk együtt, hát ennek 43 éve most már, úgyhogy. És jó velem, nem? Igen, középiskolában azért nem csak kiváló voltál, volt neked néhány csintevésed is, többek között volt egy egyenruhátok. Hát igen, szóval én ezt most már 6 éve írok a meglepetésnek, és mindig ezt előhozom, amikor csak lehet, hogy én nagyon egyenruha párti vagyok. És egyre inkább mióta ezek a nagy különbségek vannak, az lennék. Ez rendben is volt, mert szerettem, meg jól állt. Szóval az jó volt az egyenruha, semmi baj nem volt vele, de a sapka jó rosszul állt nekem. És akkor azt nem voltam hajlandó hordani. Ezért viszont nagyon szerettek engem, mert nagyon jó tanuló voltam, nagyon jól nevelt voltam. Csak mondta édesanyámnak, a Balinén az igazgatónő, hogy beszélj már a lányoddal, hogy amikor jön a túloldalon, és nincs rajta a sapka, akkor nem mondja, hogy kezdi csókolom, Bali néni, mert nem tudom nem észrevenni. És aztán úgy csináltam, hogy 4 évben és 3/4 évben kaptam igazgatóit, hogy a bizonyítványban ne kerüljön bele, de azért mégiscsak megmutassák, hogy azért ezt nem szabad. Hát ilyeneket csináltam. Na, igen, említetted a foglalj helyet, és akkor említetted, hogy rögtön felvettek a főiskolára, de azért ez nem volt olyan egyszerű, mert több fordulós volt ez a felvételi. És az első, az Debrecenben volt, igen. És utána kerültél Budapestre a második felvételi vizsgára. Igen. És történtek ott is. Hát az igazság, hogy amikor az jó, hogy tornáztatsz. Annyira jó lesz nekem, mire vége lesz ennek a rendből, és ha nem tudok felállni, de ez is felhúzott. Te már szokva vagy. Bár, megmondom őszintén, György is, mint partner, hát azért, ha látnák, amikor egy-egy jelenet után a nőnapon, hogy ki tesz úgy oldalt, nem is leszik készülni, mert na és kiraknak ott engem, vagy másik fogja. Szóval jó ez így. Szóval az az igazság, hogy ott meg az volt a helyzet, hogy Debrecenben volt az első felvételim, és
én a Hamletből mondtam az Ofélia őrülési jelenetnek a monológiát. Természetesen nagyon ki volt próbálva, volt egy fantasztikus cserépkájánk, ő volt a Hamlet, azt csináltam, amit én akarok, úgyhogy olyan jól mondtam, hogy csak na. És akkor odajött az igazgató úr, és azt mondta, hogy édesanyának, hogyha nem veszik föl, akkor én leszerződtetem, és a Mensáros mellett fog kezdeni a Hamletbe, mint Ofélia. És akkor édesanyja, amikor föl, de azt mondta, hogy de ha fölveszik, akkor ez semmis. Mert én tudom, hogy igazából a karrier akkor kezdődik, hogyha az ember Pesten van. És ez így is volt, mert hiszen én már a második éves koromban játszottam a Nemzeti Színházba főszerepet a Szállami Boszorkányokba, az első musical színháznak a főszerepét játszottam a Petőfi Színházba, és másodéves koromban elkezdtem az Aranyembert forgatni, aztán a Tenkes kapitányát, és Megállás nélkül, szóval úgyhogy tényleg igaza volt. Szerencsém is volt, nem? De aztán... Igen, azt említetted nekem, hogy a felvételi az nagyon érdekes volt Pesten, mert hogy mikor bementél, akkor ráborítottad Básti Lajos Bástira a reflektort, ugye? És ezen kívül történtek tényleg hát dolgok. Az volt, hogy a legész biztos, hogy sose voltam igazán, hogy mondjam, komplet, mint hogy most se tudok úgy viselkedni, mint egy 73. évében levő asszonyság. És hát akkor én írtam egy levelet, a felvételi kérelem mellé egy saját kézzel írott levelet kellett írni, és én azt írtam, hogy tisztelt bizottság, írtam, hogy ki vagyok, mi vagyok, miért vagyok, és mondtam, hogy szeretném, hogyha figyelembe vennék, hogy én minden áron színésznő leszek. Tehát borzasztó látvány leszek, amikor 90 éves koromban matrózruhába megjelenek, mert ugyanis nekem matrózruhába kellett felvételizni, kis szoknya, fehér blúz gallérral, úgyhogy jó lenne, hogyha rögtön felvennének. Mondta Básti, mikor már tanított, ő volt a beszédtanárom, hogy mondtuk, hogy ha ez olyan őrült ez a nő, hogyha csak egy icipicit tehetséges felvesszük. Na most a Básti tanárról én imádtam, hát olyan beszédtanár volt, hogy elmondani nem lehet. És a következő volt, hogy én nagyon izgatott voltam természetesen, és akkor még nem a Dodriba volt, hanem egy ilyen teremben. És itt volt, mondjuk onnan jöttem volna be, Básti tanáról, ott jött egy vezeték, és egy darab reflektor, így úgy, oda, az volt így oda, és innen rávetítve. Én azonnal megbotlottam a reflektorba, és ha nem pattanak föl, agyonütveri a Bástit. Úgyhogy innentől már sinem voltam, megjegyzett egy életre, és nagyon szeretett, és én nagyon gátlásos voltam. Szóval ma már senki nem hiszi el, hogy milyen iszonyatosan görcsös voltam. Egyrészt mindig zavart, hogy nagy a fenekem. És ezért én úgy jártam be, mondjuk azt mondta, itt ültem, és akkor azt mondta a tanár úr, hogy menjek föl a színpadra, és akkor én fölálltam, és így rükvercbe mentem. Rükvercbe mentem, hogy ezt a borzalmas alakomat, ezt nem lehet látni. Aztán már a harmadik hónapja jártam rükvercbe, amikor felordított, és azt mondta, hogy megvan, tudom, hogy mi baja van. Hát szerinted rossz, hogy nagy a feneked. Mondom, igen, tanár úr, borzalmas. Na figyelj ide! Most akkor ezt vagy elfelejted, és elhiszed, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy a derekad ketté törik, a mellett meg nagy, meg a feneked nagy, és most lemész a földszintre, a negyedik emeleten volt a terem, nem volt még lift. Illetve volt már lift, akkor volt a lift, igen. És akkor lemész a földszintre a Rákóczi úton, ez a Uránia mozi fölött van, fölrohansz, és elkezded mondani a Babics Mihály Aliszkó Méhajú lányát, hogy fennhangon dobban a szívem, de ez úgy történt, hogy lementem a földszintre, eszembe nem jutott, hogy ma már persze belépnék így, és mondanám, de hát ez akkor nem így volt, és lementem, fölmentem, és felértem rükvercbe, változatlanul, fennhangon dobban a szívem, mellem, most visszamész, és jössz, valami tizenvalahányszor rohantatott föl, és a végén már semmi nem érdekel, csak az, hogy ne kelljen lemennem. És akkor ettől megszabadultam. És innentől kezdve egész jól bejött, úgyhogy nem volt nem különleges bajom. Ildikó drága, akármennyire is szégyelted az alakod, az tudva levő volt, hogy bomba nő voltál, ugye? Minden nőnek az álma, hogy az legyen. És ez valahogy meg is jelent, amikor az első kritikát megkaptad a Szállami Boszorkányokban, ahol főszerepet játszottál, és még nem voltál diplomás, mert ha harmadéves voltál. Na, hogy is történt ez? Szóval az a helyzet, hogy az történt, hogy
Szállami boszorkányok első, már a bemutató utáni első előadásán, ugye már akkor megjelent a kritika. Hát ugye alig várta az ember, hogy megjelenjen. Óriási siker. Elővettem, elolvastam, és rólam a következőt írta az illető úr. Borzasztó szép, semmire nem fogja vinni, mert ez a szépség elmúlik, és ilyeneket írt, és én teljesen kétségbe estem. Jött az esti előadás, és csak arra emlékszem, ez a színpadkép olyan volt, hogy itt mondjuk ez az ágy, ez az asztal, ez egy olyan dikó lenne, ami mögött a boszorkány lányok élén velem, ott mindig ott csinálták az arénát. Na most én bementem a leghátulra, letérdeltem a izé mögé, a dikó mögé, és nem voltam hajlandó az első felvonásba kijönni. Na most ezek a szerencsétlen színész kollégák, azok azért nagyon dörzsölt kollégák voltak, de mikor arról szólt a dolog, hogy ide jövök és itt átölelem a Bicskeit, és én ott voltam, akkor a Bicskeinek valamilyen érthetetlen módon, de határtalan szenvedélyen oda kellett menni, engem kiráncigálni, ameddig bírt, de nem nagyon bírt, mert nem adtam. Maga a lényeg az, hogy vége volt az első résznek, már mindenki állt oldalt a portálba, és mondták, hogy szóljatok a Bástinak, szóljatok, mert ugye ő volt a beszédtanárom, és ő ajánlott többek között, meg a Marton tanárom. Ilyennek tudja, ez a kártemberhez, ez ilyennek a betegek színezek. Úgy néz rám, mint aki sose látott volna. És akkor szünetbe be kellett menni hozzá, és ott állt, így nézett, és azt mondta, hogy kritika mi? Na, igen, tanárom. Szerinted rólam mit írtak először, amikor az Ármány és szerelemben, mint Ferdinánd megjelentem szőkén gyönyörűen? Nem tudom, tanáról. Hát, hogy ez a csúnya, ez a gyönyörűségesen szép zsidó fiú, azt hiszi, hogy valamire viszi ebbe az életbe. Hát mondom, igen. Hát igen, és vittem, mondom, igen. Hát akkor most visszamész, és ha nem játszod úgy el a második felvonástól a szerepet, ahogy eddig, akkor becsület szavamra, hogy holnap kirúgatlak. Hát innentől kezdve rendbe ment a dolog, majd eltelt 30 év, amikor már úgy már bőven elindult az a dolog, hogy esetleg jó színésznő is vagyok, és volt egy bemutatónk, amin ott volt ugyanaz az újságíró, aki rólam azt írta, hogy ha nincs a Básti, akkor lehet, hogy olyan görcsös maradok, hogy egyszerűen vége van az egésznek, és a következőt mondta, fantasztikus. Én az első pillanatban megírtam róla, hogy zseniális lesz. És álltam vele szembe, és gondoltam, hogy nem vagyok hajlandó erről beszélgetni, és kész. Azóta egyáltalán nem érdekel a kritika, de egyáltalán. Vannak emberek, van közönség, aki nekem visszaigazol, és ez egy nagyszerű dolog. Hát nagyon szépen köszönjük, Ildikó, és azt el kell mondanom, hogy szinte minden színházban játszottál Magyarországon. Több mint 50 nagyobb szerepet volt, vígjátékok, drámák, operettek, és volt benne biztosan kedves is, meg volt benne kis kevésségkedvel. Meg tudnád-e nekem mondani, hogy így most kapásból, hogy melyik talán? Hát most talán azért, mert eszembe jutott, drága, partnerem, a Cyranót játszottuk, Lem Pécset, és Bánfi György, aki hát zseniális színész volt, és ő már akkor egy nagyon elismert nagy színész volt, amikor én oda leszerződtem, és ő játszotta a Cyranót, és Upor Péter nevű gyönyörű szép fiatal kollega játszotta a Krisztián, aki a szerelmét, Roxán szerelmét játszotta, aki borzasztó hiú volt arra, hogy ő milyen gyönyörű, és azért a következőt mondta a rendezéskor Németh Antal doktornak, akiről majd még egy pár mondatot mondok, hogy ő csak akkor hajlandó a negyedik felvonásba visszajönni, mint hulla, hogyha úgy fektetik le, hogy ő így fekszik, mert neki olyan gyönyörű az arcéle, hogy ti azt csinálhatok, amit akartok, majd még engem fognak nézni. Na, ezt sok előadást betették, lefektették így párhuzamosan, mi térdeltünk, mondtuk a csodálatos szöveget, zokogtam, mit tudom én, minden, amit kellett. Egyik előadáson a következő történt. Amíg ugye volt egy felvonási szünete, az alatt a szünetben ő kártyázott a többiekkel. És ebben a Magetta visszahajtóban, ami a korabeli katonai ruha volt, abban volt vetéve az utolsó levele, amit ugye ő megtalál, már mint a Roxán, és hát sírás zokogás. Befeküdt így. Közben eszébe jutott neki, hogy elfelejtette kivenni a mellén zsebéből a levelet, és azt láttuk, miközben mi mondtuk ezt a szöveget, hogy így nagyon lassan fordul a közönség felől a hulla felé, és amikor már úgy gondolta, hogy nem látják, akkor a következőt mondta, hogy levél a mellé zsebben.
Én olyan sírógörcsöt kaptam, szót nem tudtam megszólalni, a bánfi rögtön átkapcsolt ilyen teljes erőbe, bedobásra, és az volt az aranyos, hogy tulajdonképpen a néző iszonyatos taps volt, mert én nekem ömlöttek a könnyeim, zokogtam, egy hangot nem mondtam, a Vásti, illetve a Gyuri mondta, mint az őrült, és ez meg már akkor megnyugodottam, ott volt a fejjel, hogy átfordult a hullát, az is. Igen. No, hát most úgy gondoltam, hogyha ezekből a szerepekből nem is tudunk bemondani valamit, de készültél valami meglepetéssel, úgy tudom. Azt a meglepetést fogom elmondani, hogy képzeljék el, mi történt, mert arra fogok fakadni. Vigyázzat. A következő történt, hogy voltam meghívott egy barátom névnapjára, hogy csináljunk neki, illetve születésnapjára, hogy csináljunk az 50. születésnapjára egy estét, és én voltam, aki ezt az egészet megszervezte, megcsinálta, és aztán annyira jó hangulat volt, hogy nem csak levezettem, hanem azt mondtam, hogy most már én is akarok egyet énekelni. És hát ezek nagyon jó zenész barátaink is voltak, tehát mondjuk az egyik az a Cserhátinak írta Halász János meg a Charlie-nak a nótáit, és hát kapásból megcsináltuk a hullóleveleket, meg azok a szép napokat. Nagyon nagy siker volt, és akkor jöttek oda hozzám, hogy hú, hát azért tudod, hogy mennyi lemezed van, mi mennyi van? Mondom, egy sem. Azt mondja, hogy neked nincs CD-d? Mondom, nekem nincs. Hát akkor csináljunk neki egy CD-t, mondták ezt. És akkor mondtam én, amikor már utána komolyra fordult a szó, hogy gyerekek, egy baj van, hogy én úgy gondolom, hogy ezt a CD-t csak akkor vagyok hajlandó megcsinálni, hogyha megírhatom a szövegét. Mert hogy valaki 73. éves korában elénekli azt, hogy a Lajoskával azóta tanultánk, hogy mindenkinek van egy álma. És a Lajos akkor még nem beszélt szépen magyarul, mert mint fotbalista nem tudta, hogy 2 évvel van a múlt idő, és azt mondta, hogy az enyém, te letél. És ez olyan édes volt, hogy itt táncoltunk, és ez a következőképpen. Az az édes, hogy mindig óriási humora volt hozzám. És itt táncoltuk, hogy az enyém, te lettél múlt idő. Mindenkinek van egy álma, az enyém, te lettél múlt idő. És mondom, hogy ma a Magyarországon a legszebben beszélő magyar fotbalista. Hát fotbalistának is van, nem? Igen. Tehát gyakorlatilag, és azt mondtam, hogy ez ugyan nehéz lesz, mert úgy megírni egy CD-nyi lemezt, szövegeket, hogy valahogy összekötni a jelennel, meg az életével. És akkor, hogy mi legyen majd a lemez címe. És akkor valahogy itt szóba került a Best of és a Best of. És akkor mondtam, hogy mi lenne, ha az lenne, hogy ugye a Best of az a legjobb. És a Best of az a legrosszabb. Hát ebből írtunk egy dalt. És akkor most nem az én hangnememben van, mert még nem vettük föl, csak a tanuló, úgyhogy most azért én ezt abban együtt előadnám, ős bemutatom. Igen, egy szó, egy hang, és minden más lesz, megváltozhat. Best of azt jelenti, hogy a legjobb. Best of a legrosszabb. Best of azt jelenti, hogy a legjobb, vagy a legrosszabb. De hinned kell benne, hogy reményed beteljesülhet. De nem könnyű az út, nehéz lesz elérned, hogy a legjobbak között a legjobb legyél te. Best of-ok leszünk, mind-mind így együtt. Egyért sírunk, sírva nevetünk, és hisszük, hogy csak így győzhetünk. Hadd mondogassák, nekik könnyen megy. Náluk a fű sokkal zöldebb, a virág meg virágabb, igen szívem. Ha bántott az a fránya világ, mentem előre, csak így tovább. Lépésváltás, nincs siránkozás, és nem érdekel, hogy nagyon fáj. Lépést tartani, szívet kiírni, hadd találjon rád a mennyei
Fogd el bűvös erődet, felejts haragot, gyűlöletet, ha nem, best of sose lehet. De ha bántanak, védd meg magadat, s az ártatlanokat, mindazokat, akik a segítségedre szorulnak. Hallgass a szívedre, nézd a szemébe, mosolyog kérlek, fogd a kezét és ne engedd el, több bánat már ne érje. Adj neki hitet, hogy együtt veled megtaláljuk ebben az eszeveszett, elveszendő szép világban megtaláljuk a boldogságot. Kérlek, hallgass meg, neked küldöm el, akiről tudom, mindig szerettél, akit én is mind a mai napig szeretek. Kérlek, hallgassd meg, s ha magadra ismersz, az nem tévedés, még az is lehet, hogy velünk történt meg, mert veled is megtörténhetett. Képzeld, best of lettem, igen, az első lemezemmel. Ez egy best of lemez, benne 70 éve, egy egész élet, mind benne lehet. Az első lemezem, neked küldöm el, nagy szeretettel, és köszönöm neked is, hogy az életed best of lehetett. Nélküled nem ment volna, és nélküled sem. Mert segítettél nekem, és csak így lehetett, hogy az első lemezünk így veletek együtt most best of lehetett. Köszönöm. Köszönöm nektek. Mindnyájatoknak köszönöm. Best of-ok lettünk. Jó, mi? Az az igazság, hogy ez csak azért, ennek semmi zenéje nincs, de azért hoztam el, mert azért van, szóval igen. Szóval gyakorlatilag azt mondja, hogy mondtam nekik, hát azt hittem, hogy elájulnak, borzasztóan sokban, te se tudod, miket csinálok, látod? Mondtam, hogy én nagyon szerettem a twistet. Hát az én korosztályom az imádott twistelni. Papa is nagyon tudott, igen. És mondtam, hogy akarok egy twistet. Hát, mit akarsz egy twisttel? Mondom, egy nagymama twistet akarok. Hát mi az, hogy nagymama twist? Mondom, majd meglátjátok. És akkor megértem a következőt, csak a szövege van meg. A bevezető, és ilyen instrukciókat kérek tőlük, hogy a bevezető fölé mennyei twistet kérek, csilingelős twistet, olyan szép twistet, mondták, hogy majd meg lesz, nyugodjak meg, és akkor azt mondom fölé, hogy ébren vagyok, vagy álmodom, és akkor jön a rendes, ez egy nem lehet igaz, amit én most látok. Nagymamaként fogom a terasz korlátot, csillog a szemem, a világba kiáltom, táncolni akarok, ez az én vágyálmom. Ma ez már tíz. Ma éjjel álmodtam, nem ez a dallama, gyönyörű szép álmod. Ifjú lányka voltam, oly gyorsan járt lábom, a táncos nagymama esküszöm én voltam. Mit gondolsz, mit roptam eszeveszett módra? A kedvenc táncomat, na mi lehetett? Mambo? Nem! Rumba? Nem! Cha-c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 ha
igen, legyen twist, mosolygott rám álmomba egy szép szőke lányka, de hisz ez én vagyok, még retro koromban. A Bola twist! Na most akkor a Bola twist, abban egy pár hangot lehet, hogy a hattyúdalból, és akkor visszajön. Lábújhegyen a konyhába kimentem. Asztal mellől a székek rám nevettek. Mosolyogtak gyönyörű szép szemükkel, az egyiket partneremül felkértem. Megfogtam a háttámláját merészen, megfontoltam a kis tempezbe, kiléptem. Jobbra-balra csavargattam térdemet, az égbolton a teli hold énekelt. Közelebb jött, benézett az ablakon, mögötte sok fényes csillag bokálozott. Elkapott a jó hangulat engemet, hangosan felordítottam, visz nekem! Nagypapa álmával felébredve, riadtan kétségbe esve kérdezte, baj van, fiam? Ne! Twistelek éjjel egykor, te beteg vagy, kedves!
zenekari twist, tánc végére elpillettem rendesen. Az ágyamba félállultan lihegtem, motyogtam, twistelhetnék még picit, vágyálmom egy altató twist csendesen. Zenekar altató twistet csilingel. Majd egy dobpergés, ördítva, ereszt fölé ad, de aki bírja, ne hagyja abba twist, aki bírja, ne hagyja abba twist, és őrületig twist elájulás, játssz a zenekar. Hát ilyen elmebeteg dolgok lesznek benne. Írsz és természetesen, és rendezel is. Nagyon sok mindent rendezel, de én a táncborziumra lennék bővebben kíváncsi, mert tudom, hogy ez a szíved csücske. Hát igen, az egy évtizedig tartott, az utolsó, ez a 9,5 évig. Nagyon-nagyon szerettem, és borzasztó megható, amikor a legkülönbözőbb helyeken járok, és akkor kiderült, hogy az ország különböző részeiből nézték. 1400-an láttak egy-egy előadást, ami azért nem semmi volt. Jártak buszokkal iskolák, gyerekek vissza. Úgyhogy tényleg nagyszerű volt, és hát ez egy, úgy gondolom én, és ez is az édesanyámék érdeme, hogy ők mindig arra neveltek engem, hogy azokat az emlékeket kell megtartani, amelyik neked örömet szerzett. Mert ha azokra tudsz gondolni, és nem azokra, amik nem adatottak meg, és nem leszel keserű, és szomorú, és gyűlölködő, akkor sokkal könnyebb lesz az életed. Tehát én nekem ez az évtized iszonyatosan sokat adott, mint ahogy hogy most ide kössek. Én minden évben úgy várom a következő nőnapot, hogy nem tudják elképzelni. Mert egyszerűen ez az én életben maradásomnak egy jele, hogy én gyakorlatilag még bírom azt a 69 ezer előadást egymás után, és hát az is külön öröm számomra, amikor kedvenc partneremmel, ugye, hát sose felejtem el, talán a Rod Stewartra emlékszem most a legnagyobb szeretettel, amikor megjelent az énekórába, meg hát amikor Pisti kérnél megjött, hát az nem szóval. Amikor a Pisti mindent elintéz, volt egy olyan jelenet, emlékeznek rá, ahol ilyen kis rövid nadrágban kinyúvasztotta a nagynénit. Na most ez igen, Pistike. Két. Igen. Két-három éve nem igen, tudom. Igen, akkor volt. És ugye az ember azt hiszi, hogy milyen jól csináljuk ezt a jelenetet, most lehet, hogy el fog állulni. És a következő volt egyszer, beszéltünk egy társaságban a nőnapról, és hogy tényleg ennek rangja van, és fantasztikus dolog. És akkor az egyik hölgy azt mondta nekem, nem eldobandó hölgy, nagyon komoly része a városunknak, és azt mondta nekem is, hogy micsoda lába van annak a gémesének. Ezt nem mondom meg. Ezt csak elmesélem a következőt. Ugye most, hogy megöregedtem, egyre több olyan ember jön hozzám egy-egy önállóes műsor végén, és mondják, hogy hát drága művésznő, hát amikor maga Pécset volt, hát azért 50 éve, amikor Pécset volt, hát tudja, én is hát olyan kisdiák voltam, és állandóan minden előadást többször megnéztük, mert hát én boldogság, hogy milyen jó voltam. És azt mondom, hogy tetszik tudni, amikor a necharisnyába végigment az utcán, és akkor mondta, hogy az is hozzátartozik. Milyen jó, hogy amerikai csomagból tudtam venni egy necharisnyába, mert az mégis hozzátartozott ehhez a dologhoz. Igen, rendeztél is két-három perc alatt egy kis jelenetet a meglepetés vendégekkel. Igen, ezt meg kell mondanom, hogy jaj, nem baj, mert meg kell állni. Az igazság, hogy azért ez már egy komoly művészi múlt, ami a kettőnké. Tegnap előtt fölhívtam, és mondtam, hogy szerintem kellene csinálni valami kis jelenetet. Azt mondta, de ő meghalni nincs, de mondom, nagyon jó, akkor él, és akkor el tud ide jönni, és ezt elolvassuk. És akkor a következő történt, hogy ez most rádiójáték gyalánt hangzik el, de álljon fel, édes fiam, köszönöm. Ez csak azért van, ez nem tiszteletlenség, hanem mi éveken keresztül már szoktuk meg, hogy amikor valami olyan dolgot csinálunk, vagy mondunk, akkor mindig az előző kettősünkből, tehát én azt írom neki, hogy ezt meg ezt kéne megcsinálni, Pistike,
azt üzenni a tanti, az azt jelenti, hogy meg kéne csinálni, hát a nagynénének szót fogadunk, nem? Legaranyosabb az volt, megkaptam a szöveget, megnéztem és nem láttam szemüveg nélkül, mondom, hú, hát ez nekem csak három mondatom van, ez nem mi fog. Az az enyém, azt az enyém. Rájöttem, hogy az nem az enyém, hanem a kritikai. Úgyhogy... Beterdi Pál, nyugalom és hidegvér. Szörnyű, ebbe bele kell bolondulni, bele kell pusztulni, nem igaz, mik van. Na hát, bizony, bizony. Képzelje, professzor azt, hogy a mai rendeléssel megjelent az öreg Csermely. Lefeküdt a heverőre, aztán sírni kezdett. Nehéz gyerekkora volt, világéletében megszakadt a szíve, egy pejtes kis cicája. De a sanyarusorcs mindétig megtagadta tőle. Így mondta, mindétig. Volt ebben a mindétigben valami kísérteties. Aztán elkezdte vakargatni a fülemet, és én 2,5 óra hosszabb kénytelen voltam elragadottatottan dorombolni, mert mit meg nem tesz az ember a pácienssel. Szerdára már pamut gombolyagot is hoz. Pamut gombolyagot. Hát bizony, bizony, bizony. Aztán jött a csinos közvágóné, lefeküdt a heverőre, aztán panaszkodni kezdett, hogy baj van a férjével. Versenylónak képzeli magát, és a jóisten se győzi zabba. Mondtam, hogy legközelebb hozzá el a férjét is, majd megpróbálunk segíteni rajta. Erre közölte, hogy most még nem lehet, mert házat vesznek a rózsadombon, minden filére szükségük van, és a férje jövő héten alig megnyeri a királydíjat. Érti? Hogy a férje megnyeri a királydíjat. Hát ez mások. Ez már elviselhetetlen. Hát bizony, bizony. Még nincs semmi. Mert akkor jött a Kaltenecker Rudolf. Lefeküdt a heverőre, aztán elmondta, hogy őt mindenki félreismeri, mert ő tulajdonképpen nem is a Kaltenecker Rudolf, a képkönyvelő, hanem Villám a törpe sólyom. És akarta bizonyítani, kiállt az ablakpárkányra, hogy legott körbe repüljük nekem a háztömbet. Átkarultam a térdét, könnyes szemmel rimánkodtam, ne tegye! Egy törpesólyomtól is nagyobb, bravúr, ha a földszintől felrepül a negyedikre. Most innál a ház előtt, és hülyén csapkod a karján. Mondod, te betegeddel nem mondanak ilyen őrültségeket? Már hogy nem mondanának, hát persze, hogy mondanak. És te mégis nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott vagy? Persze. Hát nem árulj el, hogy hogyan teszed? Egyszerűen nem figyelek oda. Most adja meg az alkalmat. Jézus, a miért? Most jön meglepetés. Ugyanis ezen a héten volt egy jeles dátum, amit nem szoktunk elfelejteni, és arra gondoltam, hogy ennek keretein belül, ugyanis a nőnapon mindig át szoktam adni, mert akkor mindig Ildikónak van, utána 8-a, 10-e Ildikónak, és akkor átadom háromszor esténként ugyanazt a ugyanazt ugyanazt azért nem kell megmondani, most nincs háromszor, most egy van. Nem kell visszajönnöm még kétszer egy akkönyvtárban. Ildikó elmondta a számot is, de a lényeg az, hogy szeretném felköszönteni itt mindannyiunk nevében. Isten éltesse születésnapja alkalmából. Thank you.